Ez a Kapospont, a Kapos Televízió hírműsora. Gyógyítás modern körülmények között megújítja házi orvosi rendelőit Kaposvár. Szakmai segítség a vállalkozásoknak, a fenntarthatósággal foglalkozott a Vos Fest Vállalkozói Szabad Egyetem. Közösségben, békességben, nyárváró rendezvényeken ünnepelnek a kaposváriak. Jó estét kívánok! Megújulnak a házi orvosi rendelők Kaposváron. A város 600 millió forintot költ az épületek rendbetételére, energetikai korszerűsítésére. Így néznek ki kívülről a házi orvosi rendelők a Honvéd utca 22-es számú ház aljában, de belülről is rájuk fér a felújítás. Dr. Gál Károly körzetéhez 1700-an tartoznak, így örömmel veszi a rendelő és a váró rendbetételét. Már 20 éve dolgozom itt a praxisban, és már régóta vártuk, hogy erre sor kerüljön. Örülünk, hogy végre a betegeinket hamarosan egy színvonalas modern rendelőbe tudjuk majd gyógyítani. Kaposvár polgármestere a mai sajtótájékoztatón elmondta, a cél, hogy 2030-ra a Somogyi Vármegyeszékhely legyen a legegészségesebb város az országban. Ehhez számos sportolási lehetőség adott. Nem csak futókörök és kerékpárutak épültek, hanem elindult a tekergő közbicikli is. Évtizedek óta zajlik az ingyenes úszás és korcsolyaoktatás is a gyerekeknek. A polgárok házában lévő szűrőpontban pedig már több mint 1000-en megfordultak. A jövőben a gyógyító infrastruktúrát is megújítanák. Évekkel ezelőtt elkezdtük az orvosi rendelőinknek a felújítását, és most folytatjuk. Mégpedig egy nagyon hatékony és nagy volumenű orvosi rendelő felújítási programba kezdünk. Több mint 600 millió forint értékben költjük a pénzt annak érdekében, hogy az orvosi rendelőink azok rendben legyenek. A terveket elkészítettük. Az építési engedélyünk is rendelkezésre áll, vagyis minden megvan már ahhoz, hogy el tudjuk indítani. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyár közepén kezdődhet el a munka a Honvéd utcában. Itt többek között nyílászárókat és villamos hálózatot cserélnek, akadálymentesítenek és korszerűsítik is a rendelőt, valamint a váróhelyiséget. Utolsó fázisához ért a Baross Gábor utcai útburkolat felújítási program az Anna utcától a Hásva csomópontig. A kivitelezők ma kezdték meg az aszfaltozást a helyszínen, a munkálatok idejére a forgalmat félpályán engedik át. Kaposvár idén 1,2 milliárd forintot költ út és járda megújításra. Emellett zajlanak a zárt kerti útfelújítások és az útburkolati jelek újrafestése is, valamint több mint 1400 helyszínen cserélik ki vagy emelik meg az aknafedlapokat. A technológiai fejlődés és a digitalizáció mellett a fenntarthatóság is komoly kihívások elé állítja a hazai vállalkozásokat. Ez volt a témája a Vos Fest Vállalkozói Szabad Egyetemnek, amelyet a múlt héten rendeztek meg Veszprémben, és amely a somogyi cégeknek is segítséget nyújthatott. Az idén második alkalommal megrendezett Vos Fest Vállalkozói Szabad Egyetem a fenntarthatóság és az ESG minősítési rendszer felmerülő témáját és kérdéseit járta körül szakemberek bevonásával. Ez utóbbi egy olyan dokumentum, amelyet a vállalkozások tesznek közzé maguktól, figyelembe véve a különböző környezetvédelmi, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat. Egy nagyon aktuális, nagyon forró témáról van szó, aminek a jogszabályi környezete most került kialakításra, és a vállalkozások már a tavalyi évben, meg ezt megelőzően is nagyobb vállalkozások, beszállítók, autóipari beszállítók belecsöppentek az ESG-be, de az idei évtől ez a mindennapjainkban, a vállalkozások mindennapjaiban lesz jelen. A fenntarthatóságról szóló rendszer egyelőre csak a nagyvállalatokat érinti. A nagyvállalatoknak már az idén meg kell felelni ennek a követelménynek, de nyilván a nagyvállalatnak kisvállalatok a beszállítói, és előbb-utóbb nekünk, kisvállalkozóknak is meg kell felelni ennek az elvárásnak, és ez bizony nagyon kemény kihívás lesz. A Vállalkozói Szabad Egyetem rendezvény sorozatának idén a Veszprémi Pannon Egyetem adott otthont, hiszen a vállalkozók számára fontos a tudásközpontokban lévő információ megszerzése és használata. Nagyon sok értékes tudás, gondolat van,
a tudásközpontokban, ezek elsősorban természetesen az egyetemek, és a másik oldalon a gazdasági szereplőknek van egy komoly igénye erre a tudásra. És nagyon-nagyon ritkán találkozik ez a két dolog, az elmélet és a gyakorlat, a tudás igény és maga a tudás, és a VOSZ az új stratégiában ebben vállal egy úttörő szerepet, hogy ebből rendszer csináljon, hogy ezek a tudásközpontok és az ott meglévő és a vállalkozások számára hasznos tudás, az találkozzon. Ebben segíti a cégeket a 2023 őszén megalakult KAVOSZ eGreen ZRT is. A KAVOSZ, ugye, aki a Széchenyi Kátya programok a gazdája, az azt a feladatot már régességgel kitűzte maga elé, hogy minden olyan szolgáltatás, amely a vállalkozásokat érintheti, érdekelheti, abban is bele fog részvevőként közre fog működni. És több mint egy éve kezdtük el az ESG-t, akkor még a bizony Unióban is ez csak egy irányelv volt. Időközben ugye Magyarországon is megszületett az ESG jogszabály, az ESG törvény, és készülnek rá a végrehajtási rendeletek. És a KAVOSZ létrehozta az ezzel foglalkozó KAVOSZ Green ZRT-jét, aminek az elsődleges feladata az, hogy a vállalkozásokat ebbe az ESG ügyben segítse. Mivel a jövőben a hitelhez jutásnál is hangsúlyosan megjelenik az ESG minősítés, a közeljövőben erre is fel kell készíteni a vállalkozókat. Egy hétig véleményezhető még az otthonfelújítási program felhívás tervezete, a júniusban induló 108 milliárd keretösszegű pályázat újabb segítséget nyújt a családoknak a családi házak energetikai korszerűsítéséhez, energiahatékonyságának javításához. A beruházásoknak köszönhetően ugyanis könnyebben tarthatják fogyasztásukat a rezsivédett sávhatár alatt. Szélesedhet a pályázók köre annak köszönhetően, hogy az ingatlannak nem kell a vezetékes földgáz hálózatra csatlakoznia, valamint hogy a magas átlagjövetelmű járásban élő, de keveset kereső pályázók is a legnagyobb arányú visszanemtérítendő támogatást kaphatják. Ennek összege 2,5 millió és 3,5 millió forint között mozoghat. Kaposvár a bajnok. A röplabdások mellett a közös futás is aranyat hozott a futókörök napján a városnak. Nyárváró rendezvényeken ünnepelnek a napokban a kaposváriak, a kisközösségek így is megragadják a találkozás lehetőségét. Az első rendezvények egyikét a Zaranyi lakótelepen tartották. Évek óta hagyomány már Kaposváron, hogy egy-egy városrész lakói közösen ünneplik a jó időbe köszöntét a városban. A Zaranyi lakótelepi rendezvényre is sokan érkeztek, hogy kihasználják a lehetőséget a találkozásra. Én nagyon-nagyon örülök annak, hogy van rá lehetőség, hogy kijöjjünk a szabadba, és találkozunk ismét a barátokkal, ismerősökkel, a gyerekeinket, unokákat elhozni. Nagyon-nagyon örülök, és úgy tudom, hogy városszerte lesznek ilyen rendezvények, hát ahol tudunk, biztos, hogy elmegyünk. A programokat minikoncertek, rendőrségi bemutató és íjászkodás is színesítette. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy talán Magyarország legszebb lakótelepén vagyunk, hiszen ilyen közel a zöld övezethez, erdőhöz nem található máshol az országban lakótelep. Nagyszerű közösség az, amivel én találkoztam a területbejárások során. A város polgármestere szerint Kaposvár ereje a közösségekben rejlik, és öröm, hogy egyre nagyobb az igény az ilyen rendezvényekre. Nem akarok más kívánni önöknek, meg magunknak, csak azt, hogy békesség legyen. Béke a környékünkön is, és béke itt is, hogy békében és nyugodtan tudjon ez a város környék is tovább fejlődni, mert hogyha béke van, és nem háború van helyette, abban az esetben azt hiszem, hogy a következő év tavaszán is nyugodtan eljöhetünk, és hasonló nagy bulit csaphatunk. Érezzék jól magukat ma délután! Szombaton a Jókai Ligetben és az Adi Tömbelsőben, vasárnap pedig Töröcskén és a Nagyszeben utcai Manó téren is tartottak hasonló nyárváró délutánt. 4500 bejelentés érkezett tavaly káros internetes tartalomról a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálathoz. Az általuk működtetett biztonságosinternet.hu oldalon bárki bejelentheti, ha jogsértő tartalmakat lát. Ezeket aztán a hatóságokat bevonva vizsgálják. A tavalyi bejelentéseket tekintve megnőtt azok száma, amelyek mesterséges intelligencia által előállított képeket tartalmaznak. A gyerekek szexuális bántalmazását ábrázoló anyagok 23%-a volt számítógép által generált tartalom.
77 olyan esetben kellett eljárni, ahol a felhasználók bankkártya adatait próbálták megszerezni hamis webáruházak. 25 előadással és változatos szakmai és kísérő programokkal várja a látogatókat az Aszhithely Nemzetközi Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé május 6-a és 10-e között. Ma hirdették ki a pontos programot. A Csiky Gergely Színházzal közösen megszervezett seregszemlén a 2022 után bemutatott legjobb gyermek és ifjúsági színházi előadások, színházi nevelési programok vesznek részt a korosztályok szerint csoportosítva. A nemzeti versenyprogramba 22 darab került be. A záró előadás is a kaposváriaké lesz. Az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra javítása, ez a célja a szép kiejtési versenyeknek. A megmérettetés Somogy vármegyei fordulóját a kaposvári Csokonai iskolában rendezték meg. Az utolsó pillanatokat is kihasználták a résztvevők a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály általános iskolában tartott megyei kazinci szép kiejtési versenyen. Célunk az, hogy a szépen olvasni tudó gyerekeket egyfajta versenyhelyzetbe állítsuk, megmérettessék magukat kétféle módon. Egyrészt hoznak egy szabadon választott szöveget, ami azt jelenti, hogy ebből föl tudtak készülni, majd kapnak egy kötelező szövegrészletet, és ebből 10 perc alatt kell felkészülniük úgy, hogy szépen, helyesen, érthetően, a magyar nyelv szabályainak megfelelően olvassák fel. A zsűri a szövegértést, a hangvételt, a hangképzést, a hangsúlyozást és a szünettartást is figyelte. A megmérettetésre több mint 10 iskolából érkeztek résztvevők, akik két korcsoportban mérték összetudásukat. Én szeretem az ilyen versenyeket, meg egyébként is nagyon szeretek olvasni, meg egyébként is rengeteg versenyre járok, és ezt nagyon szeretem, mert fejlődni is nagyon szeretnék meg. Egyébként is ez izgalmas, és a dolgozatoknál már kevésbé stresszelek, ha ilyen versenyeken már vagyok. A negyedikes tanulók közül 14-en indultak. Mivel nagyon szeretek olvasni, mert szerintem a könyvek azok így mindent egybefoglalnak, mármint amit az író szeretne mondani, azt elmondja és leírja, és itt ezt meg lehet mutatni, és nem vagy különb. Mármint, hogy itt mindenki olyan, hogy szeret olvasni. És én ezért gondoltam, hogy eljöhetek ide. A fiatalabbaknál a Kodály iskola tanulója Szabó László nyert, még a negyedikesek közül a somogyjádi Kollár Ádám lett a legjobb. Híradónk végén sport, mégpedig csupa örömhírrel megvédte bajnoki címét, és 20-szor is elnyerte azt a finó férfi röplabda csapata. Az Extraliga döntőjének negyedik mérkőzésén 3-szor is legyőzte a MÁV Előre csapatát. A kaposváriak a mostani idényben mindössze 3-szor kaptak ki magyar csapattól, egyszer a Kecskeméttől idegenben az alapszakaszban, míg a mostani ellenféllel szemben a kupában és a döntő 3. meccsén. A korábban a Magyar Kupában is aranyérmes somogyiak 28. sorozatban 4. fináléjukat vívták az élvonalban, és 15. alkalommal dupláztak hazai porondon. 10.508 kilométer, ennyit futottak közösen a kaposváriak szombaton a Cseri Parkban, és így nyert el a futó főváros címet Kaposvár a futókörök napján. A lakók mellett sportolók, katonák, tűzoltók is besegítettek, hogy gyarapodjon a megtett kilométerek száma. Mintegy 700-an regisztráltak előzetesen a futókörök napjára Kaposváron. Az országszerte 20 helyszínen megrendezett eseményre még a szomszédvárosokból is érkeztek. Először is a crossrun futáson vettünk részt előző héten, és ott mondták, hogy lesz egy ilyen lehetőség, és úgy gondoltuk, hogy besegítünk egy kicsit a Kaposvárnak, hogy idén talán ők nyerjék meg a futókörök napját. Végül 894-en álltak rajthoz a Cseri Parkban. Az 1 kilométer hosszú pályán egyszerre maximum 250-en futhattak. Soha ennyi segítséget nem kaptunk, nagyon hálásak vagyunk az önkormányzatnak, a Kaposvári Honvédnak, a katasztrófa védelemnek, az iskoláknak, hogy előre szervezett csoportokban érkeznek. A kaposvári tűzoltók teljes felszerelésben teljesítették a távot. És 60 katona is részt vett a megmérettetésen, most első alkalommal a Magyar Honvédség egyenruhájában.
Mi is szeretünk volna így is, mint Magyar Honvédség és munkáltató beszállni abba a versenybe, ami a városok között folyik, városokon belül munkáltatók között folyik. Én szeretnénk mi is egy kicsit megjelenni, így a civil társadalom felé nyitni. Nyilván szeretnénk, hogyha minél jobban elfogadott lenne ez a hivatás, amit mi választottunk a civil társadalomban is. A futáson több cég is megjelent, akik saját dolgozóik egészségét is fontosnak tartják. Nekünk nagyon fontos az egészség, rengeteget dolgozunk, de mellette igyekszünk a sportra is figyelmet fordítani. Van egy nagyon komoly futócsapatunk, és örömmel szálltunk be ennek a rendezvénynek a támogatásába. Mi is kaposváriak vagyunk, hát fontos az, hogy egészséges legyen mindenki. Az elmúlt években Kaposvár kétszer fej-fej mellett küzdött az első helyért, de mindkétszer a dobogó második fokára szorult. 2024-ben egyértelmű célunk tűztük ki azt, hogy szeretnénk megnyerni a futókörök napját, hiszen ez egy fantasztikus kihívás, egy nagyszerű közösségi sportélmény, és nagyon jó eszköz arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra a célkitűzésünkre, hogy 2030-ban Kaposvár szeretne lenni Magyarország egyik legegészségesebb városa. A legtöbbet teljesítő futók sportszervásárlási utalványt kaptak. Kaposvár pedig a közös összefogás eredményeként az ország futófővárosa címbirtokosa lett. Főbb híreink még egyszer röviden. Gyógyítás modern körülmények között megújítja házi orvosi rendelőit Kaposvár. Szakmai segítség a vállalkozásoknak, a fenntarthatósággal foglalkozott a Voszfest Vállalkozói Szabad Egyetem. Közösségben, békességben, nyárváró rendezvényeken ünnepelnek a kaposváriak. Sportmagazinnal és Rákóczi meccsel is várjuk ma este még önöket, friss híradóval pedig legközelebb csütörtökön jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A kapuspont után már is jön az időjárás jelentés. A hét első napjai is a koranyárias időjegyében telnek. Holnap folytatódik a többnyire napos, száraz idő. A délkeleti szél megélénkül, a hajnali órákra 10-13 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek 25-27 fok között alakulnak. Szerdán változóan gomoly felhős, napos idő várható, hajnalban 10-13, délután 23-25 fokot mérhetünk. Csütörtökön egy magassági hidegörvény ér el bennünket, ennek hatására labilissá válik a légkör, növekszik a zápor, zivatarhajlam, és néhány fokkal mérséklődik a nappali felmelegedés.